Szót, elnök úr, tisztelt ház! Egy olyan jelentésre kíván reagálni az országgyűlés, amely első ránézésre gyatra minőségű ideológiai vádirat, de valójában a legdurvább támadás Magyarország önrendelkezése ellen. Azt a jogot vitatja el ugyanis, hogy az alapvető kérdésekről magunk hozzunk döntést, mindenek előtt a bevándorlás ügyében. És ez a vita már rég nem csak Magyarországról szól, mert a politikai törésvonal a nemzetek Európája és a nyílt társadalom illúziója között húzódik. Arról szól a vita, hogy Európa egyedüliként tárva nyitva hagyja határait, vagy képes megvédeni azokat. Ilyen értelemben a sargentini jelentés a bevándorlás támogató erők választási programja is egyben. És ami a körülményeket illeti, rendkívül súlyos dolog az, hogy a jelentés maga is bevallja, hogy túlterjeszkedik az uniós hatáskörökön, ott van a szövegben feketén-fehéren. Azt is bevallották, hogy még csak nem is küldtek hivatalos delegációt Budapestre. Az is kiderült, hogy olyan szervezeteket is feltüntettek közreműködéként, akik erről egyébként még nem is hallottak, és hogyha őket levesszük, akkor a tolbamondók között szinte kivétel nélkül külföldről pénzelt aktivistákat találunk. Azt is mindenki láthatta, hogy a jelentés előterjesztőit teljesen hidegen hagyta, hogy a kormány minden kritikára, támadásra részletesen reagált egy 108 oldalas dokumentumban, és a szöveg silány minőségét jelzi, hogy a megfogalmazott vádak túlnyomó része jogilag már lezárt ügyekre vonatkozik, egy részük ideológiai elvárás, aminek semmi köze a jogállamisághoz, egy részük pedig akkora hazugság, hogy csoda, hogy nem szakadt le a strasbourgi plafon, egyébként egyszer már erre is volt példa korábban. Azt, hogy mennyire számítanak a jogszabályok az előterjesztők számára, világosan mutatta az, hogy teljesen felülírták a tartózkodásra vonatkozó, egyébként alapszerződésben rögzített szabályokat is. A kormány már csak ezért is megtámadta volna ezt a jelentést, illetve a döntést. Tisztelt ház, a sargentini jelentés egy kicsit olyan, mint egy találomra kiválasztott epizód a Columbo sorozatból. Van benne sok minden, de már az elején tudjuk, hogy mi a dörgés, mert ha levesszük a hazugságokat, az ideológiai elvárásokat és a lezárt ügyeket, akkor mindenki tudja, hogy végső soron a kormány bevándorlás politikáját támadják, így akarják irányváltásra kényszeríteni Magyarországot. És hogyha önök elolvasták a jelentést, nem vagyok róla meggyőződve, hogy az ellenzék ezt megtette, akkor azt fogják látni, hogy legalább 6 irányból támadják a kormány bevándorlás politikáját. Úgyhogy ezekre érdemes is kitérni. Számon kérnek minket, mert nem fogadtuk el a betelepítési kvótát. Ott van benne a szövegben. Felrólják hazánknak, hogy miért nem fogadott be eddig elég bevándorlót. Ezért is kritizálnak. Támadják a jogi határzárat is, amely a fizikai határzárral együtt egyébként a védelmünk garanciája. A stopsoros törvényt is támadják egyebek között. Az a bajuk, hogy a nemzet túlélésére, a polgárok és a kultúra védelmére utal. Hát már ez is baj ezek szerint. És ha ez nem lenne elég, akkor a jelentés világosan védelmébe veszi Ahmed H-t, aki kövekkel támadta magyar rendőrökre, és ezért elítélték. És rendkívül botrányos dolog az, hogy a jelentés ezt letagadja, és azt írják, hogy csupán az volt a baj, hogy ez az ember, akit elítéltek, a családját szerette volna áthozni a határon. És végül, de nem utolsó sorban, a jelentés azért is támadja Magyarországot, mert egy korábbi konzultáció párhuzamot vont a bevándorlás és a terrorizmus között. Márpedig a valóság minket igazol. A párizsi robbantók, a würzburgi baltástámadó, az ansbachi öngyilkos merénylő és a turkui késelő is menekültnek állította magát. Kihasználta az uniós szabályok kiskapuit. Tisztelt ház! Amikor a sargentini jelentésről beszélünk, akkor egy dolog mellett azért nem mehetünk el szó nélkül, ez pedig az ellenzéki pártok szerepe, amit ha összefoglalóan akarnék minősíteni, akkor egy szóval tennék, és az pedig a szégyen. Már évek óta abban versenyeznek, hogy hányféle módon tudják lejáratni Magyarországot, és most ha elnézzük, hogyha jól nézzük, akkor ünnepelnek. Ünnepelnek egy olyan jelentést, amely mélységesen megsérti Magyarországot, és korlátozni akarja a cselekvési lehetőségeit. Én mindenkinek azt javaslom, hogy nézzék meg, hogy azok, akik szavazatukkal támogatták a sargentini jelentést, vagy állásfoglalásukkal, vagy nyilatkozatukkal,
azok ugyanazok, akik a bevándorlást is minden létező módon támogatták az elmúlt években. Az MSZP szerint például az argentini jelentés jó, de kicsit puha. Ugyanaz az MSZP először A problémának nevezte a bevándorlást, majd letagadta az egész betelepítési kvótát. Üdvözlöm, Kunhalmi képviselőasszony, ön volt az, aki A problémának nevezte a bevándorlást. Tehát minek utána A problémának nevezték a bevándorlást. Letagadták a betelepítési kvótát, utána cson nélkül megszavazták ezt Brüsszelben. Ez a helyzet. A demokratikus koalíció szerint az argentiniek azt tették, amit régóta vártak tőlük. Ugyanez a demokratikus koalíció aláírást is gyűjtött a betelepítések mellett, és tüntetést szervezett a határzár ellen. Gyurcsány Ferenc szerint, akit szintén üdvözlünk itt a házban, még a kutya piszoktól is jobban kell félni, mint a terroristáktól. Parádés biztonsági helyzetértékelés. A Párbeszéd egyik elnöke azt mondta, hogy egy hazafi erre a jelentésre csakis igennel szavazhat. Meg is szavazták. Mint mondták, hálások Sargentini asszonynak. Ugyanennek a pártnak az az álláspontja, hogy a betelepítési kvótarendszer a létező legjobb a megoldási javaslatok közül. Aláírás is gyűjtöttek ennek érdekében, és meg is szavazták az Európai Parlamentben. A Jobbik a Tavares jelentés megszavazására még azt mondta, hogy hazaárulás, de ebben az esetben már teljesen betagozódott a baloldali kórusba, mindezt úgy, hogy a párt korábban még uniós zászlót is égetett. Nagyon-nagyon csúnya történet. Tisztelt ház, ha nem csak a magyar ellenzék körében, hanem az Európai Parlamentben is megnézzük, hogy kik szavazták meg a sargentini jelentést, akkor ott is óriási átfedés lesz azokkal, akik a bevándorlást is támogatják. Így ennek az egész sargentini papírnak az az egyetlen pozitívuma megvan, hogy világossá tette, hogy hol is húzódnak most a törésvonalak, a nemzeti identitás, a keresztény kultúra védelme és a migráció ügyében. És ez azt is jelenti, hogy az uniós intézményekben az a helyzet, legyünk őszinték, ma még a bevándorlás támogató képviselők, politikusok, döntéshozók vannak többségben. De ez jövő tavasszal megváltozhat. Ezért is akarják még most ezekben a hetekben tető alá hozni a még a korábbinál is kockázatosabb bevándorlás támogató terveket, például átruháznák a határvédelem jogát Brüsszelre. Májusban minden európai állampolgár elmondhatja majd a véleményét ezekről a kérdésekről. Nekünk minden esetre az az előnyünk megvan, hogy a magyarok már világosan elmondták, hogy mit gondolnak erről. Népszavazáson, konzultációkon és az országgyűlési választáson is egyértelmű üzenetet küldtek. Először is a magyarok számára fontos az ország biztonsága és a keresztény kultúra védelme. Másodjára nem szeretnék, ha jogköröket vennének ki a kezünkből, bármilyen stratégiai területről is legyen szó, és harmadjára nem fogják hagyni, hogy ebből az országból bevándorló országot csináljanak. Mindezek miatt a kormány nagyon is támogatja, hogy az országgyűlés egy nagyon erős üzenetet küldjön a jelentés elfogadóinak. Kunhalmi képviselőasszony, meg lesz a lehetősége, bocsásson meg államtitkár úr, meg lesz a lehetősége felszólalni, a felszólalók listáján szerepel, akkor tegye meg ezt, kérem. Köszönöm. Majd ugyanilyen hangerővel legyen szíves tájékoztatni a házat, hogy miért mondta azt, hogy a bevándorlás A probléma, és miért szavazták meg a betelepítést. Európa miatt? Hát aligha. Szóval, mindezek miatt a kormány támogatja, hogy az országgyűlés egy nagyon erős üzenetet küldjön a jelentés elfogadóinak. Az üzenet lényege pedig az, hogy nem vehetik el tőlünk a döntés jogát, az életünket leginkább meghatározó kérdésekben. És azok az ellenzéki képviselők, akik bármilyen megfontolásból az országot támadják, nyugodtan megmondhatják a külföldi szövetségeseiknek, hogy a kormány készen áll a politikai küzdelemre, nem fogunk engedni a zsarolásnak. Köszönöm, hogy meghallgattak.